2001 óta nemzeti gyásznap október 6-a. A Kossuth téren fél árbocra engedik Magyarország nemzeti lobogóját, majd az egykori miniszterelnök vesztőhelyének színhelyén, a Batthyány örökmécsesnél gyertyagyújtással, a Fiumei úti sírkert nemzeti emlékhelyen lévő Batthyányi mauzóleumnál pedig koszorúzással emlékeznek a szabadságharc mártírjaira. A középületekre kitűzik a gyászlobogót, az iskolákban megemlékezést tartanak. Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján 1849. október 6-án 13 honvéd főtisztet végeztek ki Aradon. Mártír halálukkal egy napon végezték ki Magyarország első miniszterelnökét, Batthyány Lajost is Pesten. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma 16, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az ezen a napon kivégzett 13 tisztet tartja számon. Ők Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Schweidel József, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanics János, Vécsei Károly tábornokok és Lázár Vilmos ezredes. Haláluk napja a forradalom és szabadságharc vérbefolytásának szimbóluma lett. Az életüket feláldozó vértanúk levélben búcsúztak szeretteiktől, ezekből idézünk néhány gondolatot. Legyőztük a halált, mert bármikor készen voltunk elviselni azt. Tegnap hősökkel lettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata. Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám. Tudom, megértik ezt a szolgálatot. Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük, és a hazáé az életük. Milyen különös, hogy Hajnaú bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kellett forradalmárrá érni a magyar lelkeknek. A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide. A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új, forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. Nem sokára Isten leghatalmasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.1849. augusztusa és 1850. februárja között Aradon még további három honvédtisztet végeztek ki. Ormai Norbert honvédezredest, Kazinczy Lajos honvédezredest, Ludwig Hauk alezredest, Lenkei János honvédvezérőrnagy szintén az aradi várbörtönben halt meg, őt azért nem végezték ki, mert a börtönben megtébolyodott. Az aradi vértanúkhoz hasonlatos sors jutott még további 20 magasrangú honvédtisztnek.
több száz honvédtisztet ítéltek halálra. Az ítéletek nagyobb részét azonban kegyelemből 20 esztendei várfogságra változtatták. A külföldre menekültek közül sokat távol létükben ítéltek el, és nevüket akasztófára kiszögezve tették közszemlére. Így akasztották fel jelképesen többek között Kossuth Lajost, Mészáros Lázárt, Percel Mort és Miklóst, Szemere Bertalant, Andrássy Gyulát és Táncsics Mihályt. Végül pedig több tízezer honvédtisztet közlegényként évekre besoroztak a császári hadseregbe. A szabadságharc azonban nem volt hiába való küzdelem. A forradalom előtti állapotokat többé már nem lehetett visszaállítani. Az ország pedig bár hatalmas véráldozatok árán és a nemzeti önrendelkezéstől megfosztva, de elindult a polgári fejlődés útján. Egy sírban az erdő szélen, 300 hős alszik mélyen, mély sebekkel eltemetve, emlék nélkül, elfeledve. De lehajlik a zöld erdő, rájuk élő koszorút sző, és mint álmaik haragja harsog, zúg a bérc patakja. Éjféltájban sírjuk ormán, felgyúl néha egy-egy villám, és felindul a természet. A menny mint egy leborús, mintha volna végítélet, mindent egy hang kiáll túl. Mintha trombiták harsognák, nem veszett el a szabadság, az igazság ünnepel. Lelkünk széllyel jár a légben, örök bíró él az égben. Nem estünk hiába el.